szeretnék. Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, ezzel a gasztroturisztikai attrakciótól azt remélik, hogy segít megyénkben a turisztikai szezon meghosszabbításában. Mint turisztikai attrakció, mint egy gazdaságélénkítő és egy forgalomnövelő, akár turisztikai szezon hosszabbító kínálat az magában a megyében milyen jelentőséggel bír, és azok a helyek, azok a vendéglátó egységek, vagy azok a séfek és cukrászok, akik ezt készítik, azok milyen együttműködésben érdekeltek ahhoz, hogy mindenki tudja mindenkinek a készítményét reklámozni. Egyrészt, másrészt pedig, hogy fejlődjenek, mind szakmailag, mind pedig a vendégforgalom generálását tekintve, hiszen nem elég egy süteménynek finomnak lennie, annak jól is kell kinézni, és nem elég jól is kinéznie, hanem megfelelő reklámot kell, és ha valamikor, akkor igazából most a pandémia után, a turizmus újraindulásakor kell leginkább a reklám, hiszen nem mindig van a tisztában azzal a vendégek, hogy melyik vendéglátóegység működik még, és melyik nem, melyik tudott újra nyitni, melyik tudott a nehézségeken újra lenni. Látjuk, hogy mind az energiárak, mind a szakképzett munkaerő jelenléte, mint pedig annak a színvonalnak a megtartása, ami nekünk ahhoz kell, hogy érdemi turizmusról és vendéglátásról tudjunk beszélni, az rendkívül erőfeszítésre ketté és mindenki előtt együttműködést igényel a szektor szolgáltatóitól. A program erősíteni kívánja a vállalkozók közötti együttműködést, az egymás kínálatának megismerését is. Mindenki nyitott az újdonságra, bár nem mondom őszintén, hogy én úgy látom, hy desszertek is, vannak olyan főételek is, amiket ha újra gondolunk, akkor az eredeti jelentőségüket egy kicsit átértékelik, és talán egy új vendégkörnek szólnak inkább sem, mint a helyieknek. Nagyon érdekes volt a szilvalekváros Ferdinánd, hiszen én karcagi vagyok, és kedvencem az egyik kedvenc desszertem a Ferdinánd, különösen a hagyományos tájjellegű karcagi ételek zárósoraként a Ferdinándot nagyon szívesen, minden alkalommal nagyon szívesen fogyasztom, és egy érdekes kompozíciót szilvalekvárral töltve találhattam itt a kínálatban, ami engem is meglepett, hiszen már a mazsola is istenkáromlás a karcagiak szerint, nem hogy a szilvalekvár, de érdeklődve várom, hogyha egy karcagi megkóstolja, akkor amellett, hogy persze az első az a meglepettség, de mi a második reakció, hogy adott esetben rendelne otthonra, készítene saját maga is így ilyen töltelékkel otthonra, vagy pedig már a diót, vagy akár a mazsolát is kihagyja, és csak az extra szűz karcagi Ferdinándhoz ragaszkodik. De ugyanez igaz egy birsalmás pitér, ami birspálinkával készül, hogy vajon a birspálinkának mennyire marad meg a testessége, zamata, mennyire fogja kiemelni a desszertet, vagy adott esetben mennyire fogja tetőzni, és feltenni a pontot az íre egy menüsor végén. És én azt is nézem, hogy ha valaki csak egy desszertet szeretne elfogyasztani, akkor például a vadrizs meg felmerül a fejében, hogy egy vadrizsből készült pudingos finomsággal, ami szilvalek, egy kis fanyar szilvalekvárral van spékelve, nekem nagyon ízlett, megmondom őszintén, hogy például ilyen zamatok, ilyen ízek, ezek feltkeltik a vendégek érdeklődését, hogy akár egy kávéra, egy sütemény mellé, egy kávéra csak úgy beülnek egy étterembe, vagy egy cukrászdába, hiszen nekünk nagyon fontos a vendégeknek az elégedettsége, de mellett az is nagyon fontos, hogy sikeres legyen az üzletmenet, és ehhez rengeteget kell dolgozni, rengeteg, és nagyon jó minőségű alapanyagot kell választani, abban nem lehet megalkudni. És hogyha látjuk, hogy hogyan emelkednek mostanában ezek a költségek, akkor mellé csak is olyan tisztességes üzletmenettel lehet megállni a helyét egy vállalkozásnak, ahol a vendég is elégedett. A desszerteket május 10-től az év végéig a 8 étterem, a Parkétterem Berekfürdő, Mariska étterem Tiszafüred, Aranylakat Bistró, Horváth Kert vendéglő, Ferdinánd Bistró, Nimród Bioszálloda és a Garden Hotel étlapon tartja. Ezt a desszert túrát igazából 2 évvel ezelőtt találtuk ki, közben jött a Covid, közben jött az élet, és végre most állt össze minden úgy, hogy nagyon boldog vagyok, hogy az ötletből végül is megvalósult ez a program, ami ugye tényleg egy túra, egy javasolt útvonal, amiben a megye 8 legelhivatottabb étterme vesz részt, és ezeknek az éttermeknek a fantasztikusan tehetséges cukrászai kreálták meg ezt a 8 nagyon izgalmas desszertet, amit reméljük, hogy minél többen megkóstol. Majd. Mindegyikben a térség jellegzetes alapanyagait, tájjellegű gasztronómiai hagyományait használták fel a cukrászok, szakácsok, csak kicsit újra gondolva.
Szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy itt az Alföld szívében is mennyi olyan érdekes alapanyag van, ami tényleg helyi kötődésű. Például ugye nagyon szeretem mindig elmondani, hogy a vadrizs, ami Kisújszálláson nagy hagyománya van a termesztésének, az egyébként az a világon összesen 3 helyen terem, ebből az egyik Kisújszállás. Nagyon sokszor, hogyha valaki vásárol például egy csomag vadrizst, azt nagy valószínűséggel Kisújszállásról ment ki valahova, ott átcsomagolták, és úgy jött vissza, akár a vadrizs, akár az én szívem csücske a kamilla, ami ugye itt a környéken abszolút jellegzetes, az alföldi kamilla virágzat, az egy eredetvédett, EU-s eredetvédett jelenség és hungarikum, és nagyon sokféle módon lehet egyébként a kamillát azon túl is használni, aminként ismerjük, hogy gyógyítási célokra meg borogatásra, tehát kulinárisan is nagyon változatosan lehet vele dolgozni, vagy akár a homoktövis, vagy akár a köles, tehát hogy azt szerettük volna, hogy ezekben a desszertekben kicsit ezeket a hagyományos alapanyagokat is megmutassuk, de más új formában. A program a megye támogatásával valósul meg, azért, hogy az ide érkező vendégek a látnivalók mellett a gasztronómiai élményekkel is gazdagodhassanak minőségi alapanyagokból készült desszert elfogyasztásával. Mi mindannyian azt reméljük, hogy ez egy nagyon jó kezdet, és hogy ez a többek között annak is a kezdete, hogy a megye éttermei egy kicsit megismerkedjenek, barátkozzanak, van, aki még egymásnál nem járt, van, aki nem ismeri egymást, tehát nagyon jó lenne, hogy egy kicsi kis közösség, gasztronómiai közösség kialakulna itt a környéken, közösen gondolkoznának, hogyan lehetne itt még a régi elfeledett alapanyagokat újraéleszteni, kooperációk, közös vacsora estek, szóval, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy itt egyfajta ilyen közösség kialakul, és egy gasztronómiai éttermi összetartás is elindult. A másik cél, hogy a desszert túra útvonalnak legyen egy olyan vonzereje, hogy a térséget is végigjárják az ideérkező vendégek, hogy megkóstolhassák a tiszafüredi kamillaszirupos rumbabát, a bereki jászkun kölestortát, a madarasi szilvalekváros Ferdinándot, a mezőtúri baklavát, a karcagi birsalmapálinkás pitét, a kisújszállási vadrizses tortácskát, a szolnoki habos islert és a szolnoki aranygömb homoktövist, mint az édes szívem desszert ura, az Alföld szívében projekt desszertjét.